Napszúrás, ficam, ételmérgezés és rovarcsípés. Ezek a leggyakoribb okok, ami miatt a nyaralók segítséget kérnek, és igénybe veszik az utasbiztosítást, ezzel pedig akár milliós nagyságrendű kórházi költségeket spórolhatnak. A legnépszerűbb külföldi nyaralóhelyeken gyakran csak magánkórházak működnek, amelyekben a szolgáltatások sokkal drágábbak az itthon megszokottnál. Egy gyomorrontás két napig tartó kórházi kezelése Horvátországban akár 300 ezer forintba, míg egy görögországi csonttörés ellátása szállítással együtt akár 6 millió forintba is kerülhet. Ezekre és a hazaszállításra azonban nem nyújt fedezetet az EU országaiban sem az Európai Egészségbiztosítási Kártya. A szakemberek szerint ezért mindenképpen érdemes utazás előtt biztosítást kötni. Egy utasbiztosítás gyakorlatban napi díjon 500 a legolcsóbb díja, és a legmagasabb meg 1000-1500 forint között. Ugyanakkor ez a biztosítás tartalmazza podgyászt, tehát ha valakit lopás, kár éri, vagy bármi azt éríti, balesetet és egészségbiztosítást. Tehát háromfajta szolgáltatást kap meg 500 forintért, ha közelbe menjen, illetve Európán belül menjen. Nagyon oda kell figyelni, hogyha elhagyja hazánkat, illetve az Európát, átmegy az óceán kívül, akkor ez fokozottabban növekszik, hiszen a ottani szolgáltatások jóval drágábbak, mint az európai. Nem csak a testi épségünkre érdemes külön figyelmet fordítani ilyenkor. Autóval ma már szinte minden úti cél megközelíthető, és ez nagy szabadságot adhat az út tervezésekor. Indulás előtt azonban érdemes elvégezni a megfelelő karbantartási feladatokat, és az utasbiztosítás mellé kötni gépjármű segítségnyújtást és biztosítást. Ezzel az asszisztans szolgáltatással az adott országban bizonyos szervizek szolgáltatását tudjuk igénybe venni. A műszaki probléma miatt lerobban, akkor megkapja az asszisztens szolgáltatáson keresztül az, hogy hol van a legközelebbi szerelő műhely. Abban cselejgépjárművet tud neki viszonyítani. Ha viszont teljesen mozgásképtelenné válik, akkor megint a hazaszállításról, illetve a szakszervizre való szolgáltatásról is gondoskodhat a biztosító. A 10-15 év feletti járművekre azonban ritkán kínálnak ilyen jellegű kiegészítő szolgáltatást az utasbiztosítások mellé. Görögországban például gyakoriak az autós és robogós balesetek. Azonban, ha valaki alkoholfogyasztása után vezet járművet és úgy sérül meg, annak orvosi kezelését, ellátását nem térítik meg a biztosítók.